Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Bábolnai Televízió családmagazinjában. A gyári napfordulót sok évszázad óta megünnepli az emberiség. A június 24-ének előestéjén gyújtott tüzeknek van a legnagyobb jelentősége. A tüzek feladata az, hogy előzzék a sárkányokat, a gonoszt. Ezért a falun kívül, dombokon, temetők mellett gyújtották, és gyakran szemetet, csontot égettek, hogy még nagyobb füstje legyen. A tüzet a lányok átugrották, ebből jósoltak férhez menetelőket illetően. Ma a bábolnai Szent Iván éjjel történt eseményekről adunk. For me a woman, but she mighty hard to find. Lord, ask my country cousin, check the hottest spots in town. Oh, that little bitty woman, well, she just ain't around. Hey, hey, oh, I'm looking, looking, catching high and low. Don't wanna miss the spot, keep it on the go. A rendezvény díszvendégei Balázs Klári és Korda György volt. Őket is mikrofonunk elé kértük. Kíváncsiak voltunk, honnan a kártya szeretete, mi a titka annak, hogy a fiatalok körében ilyen sikeres a zenéjük is, aminek tanúi lehettünk a Szent Ivánéi koncerten. Szevasztok! Jó napot kívánok! Egy pici-pici figyelmet szeretnék kérni a versenyző társakat, sok szeretettel üdvözlöm, és örülök, hogy Bábolnán először levezethetek egy póker versenyt. Barátaim, szeretném, hogyha ez a verseny úgy menne, mintha egy igazi nagyverseny, mert ez is az, de mintha egy nemzetközi versenyen lennénk, tehát legyenek a szabályok ugyanazok, mint egy igazi nagyverseny. Elmondott mindent. Volt-e már arra egyáltalán felkérésük, hogy ilyen típusú játékot vezessenek, vezényeljenek? Nem, ilyen gyerekeknek még nem. Egyetemistáknak egy évben 30-40-szer is elmegyünk középiskolába is, de ilyen kisgyerekeknek. Ezt azért csináltam meg, és azért csináltuk meg, mert odajött a szervező a kisfiával, és annak úgy csillogott a szem, annak a gyereknek mondom, ennek én nem okozhatok csalódást, úgyhogy eljöttünk, de ez nem egy általános dolog. Ez. Itt is látni, hogy elég kevés a hölgy ezen a téren, ez általános, itt látja? Nem, nagyon sok hölgy játszik. Egyébként, hogyha a játék van, én megmondom őszintén, hogy egyetlen egy kártyajátékot se tudok játszani, csak ezt. Tehát csak ezt a Texas Hold'em No Limit nevű játékot. Ez érdekel, és ezért ezt igyekeztem megtanulni, és nagyon-nagyon szeretem. Szerintem ez az a fajta kártya, amit felnőtt korban is meg lehet tanulni, ezért van hihetetlen nagy tere és népszerűsége ennek a játéknak. Jó ez így, hogy a felnőtt tapasztaltabb játékosokkal együtt kezdik a gyerekek, vagy jó inkább egy irányítóval leülni a gyerekeknek? Hát ez attól függ, ugye, hogy a gyerek mennyire van tisztában a játék, nem baj, ha irányítják őket, sose baj, hogy ilyen gyerekkorban tanulják meg, de hát természetesen nem olyan komoly ez, mint hogyha, mit tudom én, felnőttek játszanak. Mert gondolja el, ugye, hogy ha mondjuk van egy focistában egy kölyök csapat, hát milyen komolytalan lenne az, hogyha a felnőttekkel játszanak. De hát azért, hogy gyerekek nem biztos, hogy nem játszanak olyan jól, mint egy felnőtt. Szóval... Hát nem, ez egy tévedés. Van a gyerekek hát között egy... nagyon jó na, játékos. De ezek picik. Hát picik. Nagyon picik. Na most ahhoz, hogy valaki jó játékos legyen, picikorba kell elkezdeni. Az szóval ez biztos, az hogy így. Egy nagyon jó dolog. Cseh! Megmondom, miért kell egy csekkölni, most nézzük, neki két párja van. De ott lehet akár egy 9-es, akár egy ász, és már nyer. És neked ez nem csekk, fiam. Hát neked hívnod kell erre, nézd meg, ászik szóló sorod van. Látod? Ez a sor.
nyugodt szívvel mondom a fiataloknak, hogy csinálják a tanulás mellett természetesen, mert ez a játék egy önmegvalósítás. Ami aztán áttételesen az életben mindenhol alkalmazható. Nem feltétlen a pénzről szól, lehet az is, mert hát komoly versenyek vannak, aztán pénzdíjat, de itt megvalósíthatja önmagát az ember, megnyerem a versenyt, ezt én megcsináltam. Ez egy nagyon jó dolog, nyugodt szívvel, bátor szívvel mondom, tanulás melletti kiegészítő szórakozásnak, és akár még sportnak is. But you'll never know. Csek. A művész úr azt mondja, Csek, te mit mondasz? Vajon ő 200 forintot fog kérni tőlem? Megad. Megad. És ott is megvan. Így van. Összegyűjt. És ez az utolsó lap. Csek. Azt mondja, csek. És ez kevés. Kevés. Ez kevés, így van. Így van. Sok szerencsét mindenkinek. Mindenki felhasznál. Dáma 17-es, veszedelmes kismag beszél, először te beszélsz ma. Így van, itt a szó. Hívok 400. 400 elfogadjuk. 1000. 1000. Megadás, sodán, mindenütt. Akinél a Picasso az nyer, lapokat a 9-es. Király! Gyönyörű! Visszahívtam volna, mi a helyet. 7-es pár és a dáma, itt a nyelv. Milyen 7-es pár? Miről van beszél? Van itt még egy 7-es és a király. Ja, de a király, mind a kettőnek színe van, és ott a király van király, a színben. Így van. Tapsok! Gyönyörű volt az első pár. Én azt hiszem észre, évről évre fokozódik, ha lehet ilyet mondani, a népszerűségük az éneklés terén is a fiatalok között. Ezt jól látom? Ezt igen. Igen, és ennek mi szívből örülünk. Kétségtelen, hogy hozzájön ehhez a póker, ugye, amit a férjem közvetít a Sport egy csatornán. Nagyon sok fiatal nézi, és akkor, hogyha szeretik a pókert, a pókerba, akkor kíváncsiak a zenénkre is, és ez így összefügg a kettő nagyon jó. A kettő erősíti egymást, úgy érzem. Most haragszol rám, még sírsz is talán. Észre ismerem, sőt elismerem a védkem. Még bántottalak, voltak kemény szavak, hogy mi volt veled, hogy hirtel neked nem érted. És szeretsz úgy is, mert azt mondjuk, a fiatalok ugyanúgy élvezik, hál' Isten, most már a zenénket is, mint az a korosztály, amelyik mondjuk évtizedek óta kitart mellettem, vagy mellettünk. Minket ez boldogát tesz, de mi sose tettünk, mi sose differenciáltunk korosztályilag, csak mostanra sikerült ezeket a fiatalokat meghódítani. Viráges ő, újjon reál, köszöntse fél, álmat mondát, amerre jársz, te rólad suttogja a szél, suttogja azt, hogy drágább vagy mindenki.
Köszönöm, de édes vagy. Gyere ide, partner! Köszönöm szépen, gyönyörű! Neked viszont kártya, partnerem! Nem ellenségem, ellenfelem! A jövő pókeres generációjának legfasszabb tagja. Köszönjük, köszönöm szépen, gyönyörű! Városunkban is van hagyománya a Szent Iván éjjelnek, ennek megrendezése a gyermekönkormányzat nevéhez kapcsolódik. Lengyel Dániellel készítettünk riportot, megtudtuk, honnan jött a pókerverseny ötlete, és hogy mennyiben ragaszkodtak a hagyományokhoz, s mi más volt az újdonság idén. Szent Iván éjjelén a Gyök szempontjából hagyományokról beszélhetünk, ez most mégis egy újdonság volt. Mi ez a terv, honnan jött az ötlet? Igen, a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat minden évben hagyományosan megszervezi a Szent Ivánét, és mivel úgy gondoljuk, hogy napjainkban a póker nagyon népszerű, végül is sportággá vált a fiatalok körében, ezért gondoltunk arra, hogy szervezzünk egy pókerversenyt. De ha már szervezünk egy pókerversenyt, akkor az legyen egy kicsit különleges, így jött az ötlet, hogy hívjuk meg Korda Györgyöt és Balázs Klárit, hogy vezesse le ezt a rendezvényt. Felhívtuk telefonon a művész urat, és természetesen elvállalta a versenyt. Külön kiemelném és szeretném megköszönni, hogy a pókerverseny árát, mivel gyerekekről van szó, teljesen ingyen és bérmentve elvállalta, így ezért szeretnék neki köszönetet mondani. Újdonság lesz szerintem a Korda György és Balázs Klári koncertje, amire mindenkit szeretettel várunk, illetve talán hagyományosnak mondható a DJ verseny, amit minden évben megrendezünk. Mennyire sikerült ezt Gyökön belül megoldani, illetve honnan kértetek, kaptatok még segítséget? A polgármesteri hivatalnak szeretném megköszönni Vaski Alidának a segítőkészségét, illetve az Ötös Fogat Étterem Kft-nek, a Csicsatka Virágboltnak, illetve szüleimnek és a gyermekönkormányzat tagjainak, hogy segítettek a rendezvényt megszervezni. Mi lehet tudni a díjakról? Az minden döntős kap egy kis kupát, illetve az első 18 helyezett, vagyis a középdöntősök oklevélben részesülnek. A kis hangos beszél, hogy megadja el. Te vagy a nagy hang? Akkor te beszélsz először. Dobás, és megnyerte. És fordul a kocka. És a headsetnál megváltozik az osztás rendje is. Mikor a nagy vakkap először lapot, a kis vak beszél, de megadás után megint a flop után a nagy vak nyilatkozik. Győztes! Én is a 2007-es Bábor egy jó kérdezőhetes Bábor egy jó kérdezőhetes Bábor egy jó kérdezőhetes Bábor egy jó kérdezőhetes Most mit vártatok? És engedjük, én gratulálunk Attilának! Sose felejtünk el mi sem ezt a napot, mert élmény volt, remélem, hogy ti is jól éreztének magatokban. Legyen sok szép ilyen napot. Köszönöm szépen!
what you never know. Lord, I need this little bitty woman. I'm a mai családmagazinunk véget ért, köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem jól szórakoztak, viszontlátásra legközelebb!